az országos gazdavilág segítsége és támogatása nélkül lehet, hogy nem is lenne most polgári kormányzás Magyarországon. A gazdáknak mondott köszönetet Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője a Deminben rendezett tájékoztatón. Elmondta, Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít a hazai mezőgazdaság fejlesztésére, a gazdák érdekeinek képviseletére, éppen ezért évről évre növelik a támogatásukra szánt keretet, illetve csökkentik az alapvető élelmiszerek áfáját. A gazdatájékoztatón Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgató helyettese arról számolt be, hogy milyen változások várhatók az agrárpolitikában 2020 után. Elhangzott, többek között a területalapú támogatások csak kis mértékben fognak csökkenni. Mint mondta, a támogatásoknál elsősorban arra kell figyelni, hogy ne okozzanak fölösleges bürokratikus terheket a termelőknek, illetve az eredmények érdekében olyan célokat tűzzenek ki, amelyeket teljesíteni lehet. Dr. Viski József, a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, a vidékfejlesztési program aktualitásáról számolt be. Piaci változások miatt ugye megdrágultak az építőipari árak, megdrágult a munkaerő, és nagyon sokan a projektjüket áttervezik, valamilyen módon módosítják, illetve akik pedig nem, azok a végrehajtásban már a kifizetéseket szeretnének látni, és éppen ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sok gyakorlati kérdés fölmerül a közbeszerzésekkel kapcsolatban, a változásbejegyzésekkel kapcsolatban, illetve a kifizetésekkel kapcsolatban, hogy hogyan és mint juthatnak hozzá a pénzük az a nyertes támogatás után a pályázók. A helyettes államtitkár azt mondta, a héten elindult voltak a területalapú kifizetések előlegei a gazdák számára. Hozzátette, a tagállam maximum 70%-ot fizethet ki előlegként, a végkifizetés pedig jövőre várható. A kiírásokkal kapcsolatban elhangzott, Heves megyében többségében a borászati, kertészeti gépbeszerzések, illetve a gomba és hűtőházakra nyertek több pályázatot a térségben. A többi beruházásnál az országos átlaghoz hasonló az érdeklődés és a nyertes pályázatok aránya.